Ki volt a leghíresebb cigány, aki valaha élt? A válasz erre a kérdésre ez a fiatal ember. 100 évvel ezelőtt készült ez a kép, és ő itt 27 éves volt. Angliában a Black Patch Park nevű cigánytáborban született, ennek az asszonynak a sátra szekerében. A fiatal ember később úgy hódította meg a világot, mint Charlie Chaplin. Gondoljunk bele, hogy ez megalkotja a teljes képet Chaplinről, hisz a filmjeiben gyakori téma a szegénység, a nyomor, a szerencsétlenség, a megvetettség, a kisebbségérzet, és mindezeket a témákat egy belenyugvó, humoros lencsén keresztül mutatja be. Ebben a részben a cigányok eredetére fogjuk keresni a választ, úgyhogy vágjunk is bele a történetbe. Indiai utazásaim alatt gyakran feltűnt, hogy az egyes etnikai csoportoknak az arcvonása mennyire hasonlítanak az európai cigányokéhoz. Több mint 200 évvel ezelőtt már létezett egy feltételezés, hogy a cigányok Indiából származhatnak. Ezt abból következtették, hogy a cigány nyelv hasonlít a szanszkrit nyelvhez, ami az egyik legősibb nyelv a világon, amit Indiában beszéltek. A legbiztosabb választ a cigányok eredetére a genetika fogja adni. A 2012-ben megjelent átfogó genetikai vizsgálat a kérdésre egyértelmű választ ad. Az őseik Észak-Indiából indultak el, egy csoportként körülbelül 1500 évvel ezelőtt. Habár nem tudhatjuk biztosan, de valószínű, hogy háború, éhség vagy más krízis indíthatta el a kivándorlásukat. Amint a cigányok ősei elhagyták Indiát, egy ideig a mai Irán területén tartózkodtak. Körülbelül 1300 évvel ezelőtt elhagyták Iránt, és Örményországon keresztül megérkeztek Törökországba. Onnan 1000 évvel ezelőtt vándorolhattak el, és azt biztosra tudjuk, hogy 800 évvel ezelőtt megérkeztek a Balkán területére. Idővel egyre északabbra húzódtak fel, menekülve a török veszedelem elől. A Magyar Királyságban először 1415-ben volt említés a cigányokról. Érdekes megjegyezni, hogy abban az időszakban Erdélyt egy nagyon toleráns politika jellemezte, és hihetetlenül páratlan, hogy legelőször az európai történelemben itt Erdélyben vezették be a teljes vallásszabadságot. Erdély fejedelmei és a magyar királyok kedvezően tekintettek a bevándorlókra, és elősegítették a cigányok mozgását az országban. Az 1700-as évektől kezdődően a támadások a cigányok ellen arra kényszerítették őket, hogy tovább vándoroljanak Amerika és a világ többi része fele. A cigányüldözés a holokauszba érte el a csúcsát, amikor 220 ezer cigányt öltek meg. Habár egyesek véleménye szerint ez a szám elérheti a 2 milliót is. Engem csodálattal tölt el a cigányoknak a története, hisz egy parányi népként elhagyták az őshazát, Indiát, és a több száz éves üldöztetések ellenére itt vannak, több mint 60 országba, megőrizve a nyelvüket, a szokásaikat és a kulturális jellegzetességeiket. És kevésbé tudod, hogy a cigányvér nélkül nem csak Chaplin nem lenne, de nem lenne Picasso, nem lenne Elvis Presley, és a nyugati zene és a tánc sokkal szegényebb lenne. Ez volt a cigányok eredetének a története egy nagyon kis dióhéjban.